Na szóval, sziasztok! Itt vagyunk egy újabb videóval. Ha minden igaz, kedv van. Egész jó időnk van, bár megint csalóka. Kijöttem, azt hittem, hogy hű, de milyen meleg van már megint. Megint hűvös van pulóverbe. Már elfelejtettem, milyen motorozni, amikor nem nyár van. Ami fura. Tényleg a nyáron megszoktam, tudod, hogy semmit nem kell hozni. Aztán igen, lassan felfér a pulóver, csak most a pulóverben megállok így a napon, meg lassítok, akkor meg megpusztulok a melegtől. Úgyhogy megint csaló az időjárás. Ma több időm van felvenni a vlogot. Nem vettem fel előre végül. Illetve azt tartalékra akarom hagyni, még van egy felvéve. Tegnap elég későn tudtam felvenni a vlogot. Úgyhogy későn ment ki a videó, mert a legtöbb idő az az, bazd meg, a jó kurva anyját, a jó kurva anyját. Hát ott, ha gyorsabban jövök, azt én is belemegyek a kanyarba, abból olyan ütközés lesz, bazd meg. Oh, shit. Az remélem látszik videón, geci. Hát ott majdnem lementem az útról így is, bazd meg. Nem szoktam ilyet, fú, na a jó bűrös kurva anyját az ilyen. Szóval most csak 2 óra van. Tegnap majdnem 4 óra után kezdtem el azt hiszem felvenni a vlogot. Szóval nem is az a sok idő, még megvágom, az egy 1/2 óra alatt le tudom tudni, ha ilyen speed módba vágok. Hanem egy 3/4 óra kirenderelni, egy 3/4 óra feltölteni. És 1,5-2 óra, mire feldolgozza a YouTube Full HD-ba, és arra kell sokat várni nagyon. Úgyhogy ja, ez így az, amin elcsúszok mindig. Tehát ilyen 6-ra kész volt a minden, és még 8-kor, amikor kitettem a videót, még mindig 360p volt az első 15... Ah! Az első 15-20 percben. Na jó, a mai témánk az nem más, mint miért nem megyek nagyobb városba, pont a várostáblán. Gyerekek, én ebben nagyon jó vagyok. Miért nem megyek nagyobb... Mi a geci? Miért nem megyek nagyobb városba motorozni? Hogy láthattátok, hogy ott volt a Hajdúböszörmény tábla, én Hajdúböszörményben lakok. Itt van egy köpés a Debrecen, az azt jelenti, hogy 20 km. És sokan kérdezik, meg mond sok haverom, vagy volt sok haverom, aki mindig csak Debrecenben járt motorozni, amikor még motorozott, ugyebár. Hát itt nem jó. Állítólag, meg tőlem is sokan kérdezik, hogy miért nem megyek nagyobb városokban motorozni, stb. Stb. De amúgy én itt is szeretek motorozni, mármint hogy a fő lényeg az... Az, hogy nekem nincsen bajom ezzel a várossal úgy egyébként. Dobhatok össze igazából olyan motovlogot a héten, amikor átszaladok Debrecenbe, csak én már fosok, hogy ennek megint baja lesz. Ha Debrecenben lesz baja, onnan nem hozom haza az Istenbe sehogy. De egyébként nem ez a fő ok, tehát felmegyek Debrecenbe vele. 20 kilométerre van innen Debrecen. Az azt jelenti, hogy majdnem egy negyed tank benzinem. Ami azt jelenti, hogy oda-vissza egy fél tank. Tehát, hogy azért értitek a lényeget. Hogy az első ok az ez, hogy mire oda-vissza megyek, az már a fele tankom oda. Mert hogy... Szóval igen, és nem szeretném azt, hogy érted, oda megyek, meg visszajövök, és már azzal a fele tankom elment. Ha fogyasztanám, mondjuk mennek 200 km-t, és csak a negyed tankomba kerülne oda visszamenni, akkor persze, az sokkal jobban esne, egyszerűbb lenne. És... Érted, mert most így egyszer felmegyek, azt egy csomó benzinpénzem oda. Ez az egyik oka, ami miatt nem szeretek járni. Másik ok, meg nem tudom, hogy... Lehet, hogy akkor rosszul gondolom, de szerintem elég unalmas lenne a vlog, ha ebből állnak ki, hogy állok autók mögött a lámpáknál, bolyongok, érted, ledudálnak, ez letol az útról, az letol az útról, nem tudom, nekem ez annyira nem vonzó, szerintem. Tudok kicsit haladni is, tehát azért Debrecenben van egy-két út, ahol ugye el lehet kapni, de azért ott nagyon sok a része a vlognak az állásból állna, plusz azt én is szeretem, nyáron meg lehet halni a melegtől, érted. Ilyenkor még hagyján is mondjuk. De... Érted, az már az egyik ok, hogy csak lámpánál állok, a másik meg az, hogy... Hogy lófasz se haladok. Amíg oda megyek, viszont meg az az út és az a 20 kilométer, valami borzasztóan unalmas. Tehát ha csak azt nézzük, hogy odáig beállok egy komoly 80-ra, mondjuk utazótempónak,
Nem szeretek erre jönni, de most menjünk erre. Tehát lehet, hogy már unalmas nektek mindig ugyanazokat a helyszíneket látni, amúgy nekem is. De most érted, ha beállok egy 80-as tempóra, hát még oda megyek egyrészt az engelnek, se tesz jót. Mert két ütöműek nem arra vannak kitalálva. Másrészt meg ki akarja hallgatni azt a zümmögést, meg előzni se tudsz, meg mindig megelőznek. Tehát ez szerintem már egy olyan dolog. Ha most Debrecenre lennék, hát akkor nem osz, nem szoroz, nem jövök le beszörménybe, érted? De így, hogy itt lakok, hát ez így nem nagyon éri meg. Akkor oké, hogy azért járok sokat Debrecenbe, de GPS nem vagyok. Egyszer, mit tudom én, elkavarodok. Itt akkor abból áll ki a vlog, hogy visszatalálok oda, ahol voltam, és akkor meg abból áll ki, hogy csak elkor furikázom az összes benzinom. Tehát itt egy ilyen úton beállok, így most mit tudom, melyek vagy 65-70-nél, csak így beállok. Elkrúzolok közben, beszélek nektek. Debrecenben már vagy három lámpa megfogott volna. Becsukom inkább hát, ha nem bejön a szél. És akkor nem hallotok, így meg igen. Tehát ez egy sokkal kényelmesebb. Nekem is. Akkor, hát Böszörménynek is van olyan része, ahol nem sűrű jár, azért mert nem sok értelme van. Tehát ezek az utak azért jók, mert ezek látod, melyek egyenesen azt. Meg kanyarok nincsenek, viszont a sajnálom. De az, hogy ez annyit zümmög itt alattam. Na, azért egy 125-es lenne az a, talán, de azért kis szerintem elég szarul fogyaszthatnak. Vagy nem tudom, hogy mennyit fogyaszt egy 125-es hétetemű, valaki írja le nekem a kommentbe. Szóval az igazság, hogy Debrecenbe, ha bemegyek, akkor tudjátok, azért az utazó tempó az egy ilyen... Hát 60 fölött, 70 inkább. Minimum. És azért az már egy olyan tempó, ahonnan nekem, ha ki kell gyorsítani, mert van valami, akkor 80-85 a vége, vagy nem tudom. Max 90, de azt már tudod, nem szeretné. Jó, hát én itt kimegyek. Azt rohadjak, még nem várom meg. Tehát azért ilyenkor bekapsz egy ilyen mixet, oké, de azért Debrecenben meg végig ilyen tempóval menni. Még ha egy négy üteműm lenne talán, de hát ezt hallgatjátok a geci, hát azért ez durva, az még itt is. Azok mondjuk itt ez a kereszteződésnél soknál szoktak menni, de... Meg azért Debrecenben nem úgy, hogy most csak lemegyek a kis utcákon, meg így, meg úgy, hanem ott szenvedni kell. De lehet a héten bemegyek egyszer, csak mert miért ne, csak most kíváncsi lennék, mennyit fogyaszt a 100-as benzinnel. Egyébként nem, lehet, hogy hülye vagyok, de nekem ez már így nagyon jónak tűnik. Mármint, hogy még nem gyulladt ki a lámpám, értetek, azt már vagy ötödjére ülök a motoron, és azért ilyen 20 kilométert legalább megyek. Na jó, nem ötödjére, de 4. Vagy nem tudom, nekem olyan jónak tűnik most, de nem tudom lemérni, mert ugye jelenleg a spirálom szar. Ú, hát ez jó lassú volt, geci. Majdnem abba estem el, hogy milyen lassan jöttem. Ú, de gáz volt. Amúgy ezek nagyon komolyak, ezek az ilyen 250, 400, meg 600-as robogók. Vagy ilyen 300, 400, 600, nem tudom, hanyasok vannak még, de ráteszik az Akra kiput, Debrecenben is van egy csomó. Olyan komoly hangjuk van, az is egy jön egy, mit tudom én, valami. Nem tudom mi, az csak ilyen ingekbe a faterok így jönnek, mennek vele, nagyon komoly. Amúgy erre jó. Az a baj, olyan szar az út mindenhol Böszörménybe, az az egy viszont, hogy Debrecenben is elég szar, de azért ennél jó. Tehát ott azért kijavítják, ha valami, nem baszakodnak. Itt azért mindenhol elég szar. Csak igen, tehát nem szeretek sokáig maradni, mert olyan instant, tegnap ahogy hazamentem 5 óra fele, olyan instant sötét lett. Szóval körülbelül elmondtam, amit akartam. Szerintem ez elég jól elmondja, szóval nekem nincsen bajom az itteni motorozással is. Na mindegy, ennyi lett volna mára, köszönöm szépen a figyelmet. Lehet nem a legizgalmasabb téma volt, de ezt el szerettem volna mondani, mert ez is egy kérdés, hogy miért nem vagyok. Ez is egy jó pár kérdés volt már az évek során, hogy miért nem megyek más erre is motorozni. Na ennyi lett volna. Köszönöm szépen a figyelmet. Holnap találkozunk. I heard some niggas talking about the kid again. It's weirding me out, but I ain't thinking about for the name. Niggas be tripping, I really don't wanna listen. I'm probably just gonna switch it, rip bigger, don't feel it bigger, and we'll end up back in lit again.
holding a 44, we roll up on me, get hit with it, homie. You know I'm with this shit, funny friends, I get rid of them. So we kidding, the riddle, like I jump a jump, my dick, she thought this shit like she littering. I told them